szombaton edzőmérkőzést tartottak Dombóváron. Az ellenfél kaposvári csapat és a dombóvári focisták az ilyen játékokkal is fejlődnek és készülnek a nagyobb megméretetésekre. Készülünk a mai mérkőzésre, játszunk egy edzőmérkőzést a Kaposvár U19-el, és hát az egyik edzésünk ugye mindig most a felkészülés alatt a hétközi edzőmérkőzés, úgyhogy a mai programunk az ez lesz. Horváth Zoltán vezetőedző azt is elmondta, pozitívan állnak hozzá a nyári szezonhoz, és ugyan még korai értékelni, de látványos a fejlődés. Igazából erről még korai lenne azért beszélni, mert egy a bajnokság, nekünk még van 4 hét, bár mondjuk 2 hét, vagy jövő hétvégén már ugye főtáblán kupamérkőzést játszunk, de a bajnokság az még ugye arra 2 hétre fog kezdődni, tehát nekünk van még bőven időnk. Most a jelenlegi állapotunk az olyan, ami ennek ebben az időszakban kell lenni, tehát nem se jobb, se rosszabb. Természetes, hogy szerintem ez hétről hétre javulni fog és jobb lesz. A Dombóvári Futballklub fiataljai heti 3 edzéséből egyet tesz ki egy edzőmérkőzés, amely jelentős segítség a felkészülésben.